Begördült az első személy vonat Fényes Litke vasúti termináljára. A szerelvényen számos külföldi logisztikai szakember győződhetett meg a központ építésének jelenlegi állapotáról. A munkálatok jó ütemben haladnak a Margit szigetnél is nagyobb, 140 hektáros területen. A terminál építés körülbelül 80%-os készültségi foknál tart. December közepére a teljes műszaki kiépítés befejeződik, csak az épületeken belüli munkák maradnak hátra, készen lesznek a burkolt felületek, és az alépítményi munkák, kerítés készen van, elkezdik a darukat szerelni, tehát rendkívül pozitív hírről számolhatok be, határidőt tartani tudjuk. Azt már korábban bejelentették, hogy a logisztikai központ járműveit és óriás daruit 5G-s hálózaton keresztül távvezéléssel működtetik. Az ehhez szükséges programozást egy magyar startup cég valósítja meg, létrehozva gyakorlatilag a terminál virtuális másolatát. Ennek a programnak a segítségével valós időben, háromdimenziós térben ellenőrizhető a terminál működése. Vasúti szerelvények mozgását ugye váltó rendszerek irányítják, és a különböző váltórendszereknek az állapotait egy nagyon hatékony kijelzőrendszeren figyelhetik meg, ami nem igényel egy jelentős kognitív terhelést, nem táblázatokat, nem számokat kell az operátoroknak használni, hanem lényegében, mint egy számítógépes játékprogram, egy nagyon könnyen követhető, nagyon könnyen érthető módon végezhetik a munkájukat. A terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert képes lesz mozgatni. Kapacitását és területét tekintve is ez lesz a kontinens legnagyobb ilyen létesítménye. Az átrakodó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági stabilitásához is nagyban hozzájárulhat. Nyilván az áruszállítás az azt jelenti, hogy több ember számára lehet munkát adni, több munka az pedig nagyobb biztonságot jelent és jobb megélhetést. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás viszont nem csak a megye szempontjából, hanem az egész Kárpát-medence szempontjából egy óriási volumenűnek tekinthető, és Magyarországot Európa térképén pozícionálja abban a tekintetben, hogy a keletről érkező, nyugatról érkező áruszállításnak ez valóban egy ilyen központja lehet. A terminál építését idén januárban kezdték meg. A beruházók számára fontos, hogy elsődlegesen a térségben élő szakembereket bízzák meg a munkálatokkal. Fényes Litkéről is többen járnak ide dolgozni, akiket minden szempontból megbecsülnek, mondta el a település polgármestere. Egy olyan munkakultúrát hoznak be, nem csak a kivitelezésnél, hanem majd a működtetésnél is, ami... Én azt mondom, nagyon fontos a térség számára, példát mutat abban, hogy az itt lévő nagy beruházók, illetve nagy befektetők, akik eddig is vannak, vagy cégek, igenis mennyire fontos a munkaerő. Ilyen szempontból nem csak bérben, hanem munkakörülményekben is egy olyan fejlesztés lesz, ami nagyon látványos, meg inkább azt mondom, hogy a ember közeli. Az Ázsiát Európával összekötő terminál próbaüzeme a tervek szerint 2022 első heteiben kezdődik. Tavasztól pedig már élesben is megindulhat a vasúti kereskedelem.